hivatalosan is bejegyezték a Jakab Péter által létrehozott a Néppártyánt. A Jobbik egykori elnöke szerint az ellenzéki pártok többsége életképtelen, ők viszont győztes ellenzéket szeretnének építeni. A párt alapításról és a tervekről Jakab Pétert kérdezzük. Jó estét, elnök úr! Jó estét kívánok! A Néppártyán lesz a győztes ellenzék? Azon vagyunk, mert hogy van egy vesztes ellenzék, amelyik is akar futni a pályára. Hogy ne akarna? Hát nézze, én azt látom, hogy vagy azt szeretném hinni, hogy ahogy a természetnek, úgy a politikának is meg kell, hogy legyen a maga evolúciója, ami arról szól, hogy az életképtelen pártokat előbb vagy utóbb, de most már el kell engedni, hagyni kell őket elmúlni. Az életképesnek viszont le kell győznie a Fideszt, és mi ezt tettük nyáron egyébként Nagykőrösön, egy olyan hát kőkemény fideszes városban, ahol 2019-ben csak a Fidesz nyert. Egy évvel ezelőtt volt ott egy önkormányzati választás, egy időközi, hogy 80%-kal győzött a Fidesz, és most július 9-én, nekem ez ünnepnap, a nagykőrösi fordulat, mondhatjuk így is, 55%-kal legyőztük a Fidesz, méghozzá azért, mert volt erőnk, volt bátorságunk, volt szervezettségünk, és voltak embereink kifutni a pályára, és örök igazság, ha kifutsz a pályára, győzhetsz, ha nem futsz ki, vesztettél. És az az ellenzék, amelyik most a parlamentben meghúzza magát ilyen gazdasági krízis alatt, amikor naponta jelenti be Szijjártó Péter, hogy ide jön akkumulátorgyár, oda megy méregüzem, és mi várunk 2026-ig, aki ezt teszi, az egy vesztes ellenzék, mi viszont tényleg egy győztes ellenzéket építünk. Azt mondja, hogy akik most politizálnak, önön kívül, meg a pártján kívül, ők a vesztesek? Hát nézze, tehát... Senkivel nem tudja elképzelni, hogy közösen politizáljon? A választók majd el fogják dönteni, hogy kivel kell közösen politizálni. Én azt szeretném, hogy az ellenzék összeszedné magát, és nem ücsörögne a parlamentben, nem alibízna a parlamentben 2026-ig. Meg lehet ezt csinálni, tehát úgyis le lehet tudni a nyári képviselői munkát, hogy összehívok egy rendkívüli parlamenti ülést, és megdöbbenek azon, hogy hát már megint nem jött el a Fidesz, amiben egyébként semmi rendkívül nincs, mert 13 éve ezt csinálják. Tehát nem ez a parlamenti munkának a lényege. Az a munka lényege, hogy amikor letudtuk ezt a parlamenti ülést, ha már valaki összehívatta, akkor ki kell menni az utcára, járni kell a vidéket, nem a választási kampány előtti héten, hanem most kell ezt megtenni, és gyűjteni kell az embereket. Tehát, hogy hogyan lehet a kormányt leváltani, nincsen csoda. Sok beszédre nincs szükség, sok emberre viszont igen. Ezeket az embereket viszont meg kell keresni most. Ez a második pártja, amit vezet. A Jobbiknál ez, amit most célul kitűzött, miért nem működött? És miért működhet most? Hát, amit most építik, azt én építem. Tudom, hogy kikkel építem, új emberekkel, lelkes emberekkel, akik nem a pénzért vannak itt, hanem hitből, lelkesedésből, és tényleg azért, mert egy igazságos Magyarországot szeretnének építeni, és egyébként elegük van abból a politikából, ami arról szól, hogy ki az igazi jobboldali, meg ki az igazi baloldali. A magyar emberek nem jobboldali országot szeretnének, meg nem baloldali országot, nem konzervatívabbot, meg szociáldemokratábbot, hanem egy igazságosabb Magyarországot szeretnének, ahol mindenki csak annyit kap, amennyit megérdemel. Aki minőségi munkát végez, az kapjon minőségi fizetést, mert így igazságos, aki meg kifosztja a népet, az kapjon börtön, mert így igazságos. Ennyit szeretnének. De most nem válaszoltam a kérdésemről, hogy ez most mitől lesz jobb vagy más, mint ami a Jobbikban volt. Ugye ott azért nagyon sikeres nem volt végül. Hát a Jobbikot megörököltem az elődöktől, amit most építünk, azt pedig én építem, és tudom, hogy... De mit csinál másképp? Új koordinátorrendszert adunk a magyar embereknek, ami valóban arról szól, hogy itt most félre kell tenni az ideologizálást. A Jobbikban erre, ebben ott mindig volt erre igény, hogy mindig legyünk nagyon konzervatívok, mindig legyünk nagyon jobboldalik. Én meg azt látom, hogy az embereknek nem erre van igényük, hanem valóban arra, hogy most ezt tegyük félre, mert egy rezsimmel harcolunk. Itt most két oldal létezik, vagy a Fidesz pártján állsz, vagy a Nép pártján állsz. Azok, akik a Fidesz pártján állnak, akik elégedettek ezzel a rendszerrel, én nekem azokkal sok dolgom nincs. Tehát aki elégedett a 77.000-es közmunkával, meg a 100.000-es nyugdíjjal, és azt mondja, hogy neki ez így jó, örülök az elégedettségének, akkor majd neki így fog maradni. A többiekkel viszont dolgom van, és ők vannak többen. Tehát azért a számok nyelvére lefordítva 3 millió szavaztak a Fideszre mindenféle fenyegetés, ármány, hazudozás keretében. Na de nem 3 millió szavazó van Magyarországon, hanem 8,2 millió. Ebből 2 millióan az ellenzékre adták a voksukat, és van még 3,2 millió választópolgár, aki meg senkire nem szavazott. Ők mindent eldönthetnek. Őket akarja megszólítani? Legfőképpen őket szólítjuk meg. Tehát 24 ezeren jelezték nekem azt, hogy aktivistaként, tehát nem szavazóként, hanem aktivistaként szeretnék segíteni a munkánkat. Nem két hét alatt, ugye a párt bejegyzése az valóban egy friss hír, de maga a mozgalom, és nekünk a mozgalom a lényeg, a párt az egy jogi szükségszerűség, a mozgalom az most már több mint egy éves. 24 ezeren jelezték, hogy segíteni szeretnék a munkánkat. Tudjuk, hogy kik ők, mert ők elmondják, hogy hát 44%-ban korábban jobbikosok voltak, de jöttek utánam, és ezt köszönöm szépen nekik. 3% mondta azt, hogy LMP, MSZP, DK,
kollégán soraiból érkezett, és 53% mondta azt, hogy korábban még nem politizált. Tehát 40 évesen első szavazó lesz, mert most először érzi azt, hogy óriási a probléma, nem tudja kikerülni a politikát, mert amikor bemegy a boltba, akkor látja, hogy nem véletlenül 1000 forint egy kiló kenyér, nem véletlen, hogy akkumulátorgyárak érkeznek a szomszédságába, ez mind politikai döntés eredménye, és bele akar szólni a politikába, a közéletbe, és ez nem egy régi ellenzéki pártot választ, hanem egy újat. Azt mondják az elemzők, így 3-4 évvel a következő választás előtt, ugye az EP és önkormányzati választás lesz, hogy aki most áll oda a startvonalhoz, gyakorlatilag esélytelen arra, hogy átlépje a különböző küszöböket, vagy be tudja juttatni embereket. Ő mégis azt gondolja, hogy ez egy sikeres vállalkozás lehet. Ők károgók csupán? Hát ami eddig volt, az volt a sikertelen. Tehát ezt azt hiszem 13 éve tapasztaljuk, hogy ami eddig történt, az nem volt egy siker. Most én a párt szempontjából vetettem fel ezt a kérdést. Tehát most indít egy pártot. Milyen reményekkel mondjuk a jövőre nézve? Nagykőrösen megmutattuk, hogy le lehet győzni a Fidesz. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy ne a kudarcokból induljunk ki, hanem mindig próbáljunk pozitív példákat mutatni az emberek felé, mert az a legfőbb cél, hogy azt a 3,2 millió magyart, aki eddig csak legyintett, azt felállítsuk a fotelből, és úgy tűnik, hogy erre van lehetőségünk. Nyilván fontos, hogy összefogás, nem összefogás. Az összefogásnak nem látom alternatíváját. Tehát ha a néppártyán mozgalom 51%-ot elér, akkor nem kell összefogni. Amíg nem tudunk ilyen számokat... látjuk, 41 néhányal is kétharmaduk lesz. Legyen így, de hogyha nem tudunk ilyen számokat produkálni, akkor a választók üzenik meg azt, hogy szükség van matematikailag az összefogásra, az pedig döntsék el ők, hogy kikkel kell összefogni. Azokkal nem biztos, hogy össze kell fogni, akik életképtelen módon ott ülnek most is a parlamentben, rengeteg állami támogatást kapnak, és megelégednek azzal, hogy egy rendkívüli üléssel kipipálják a parlamenti munkát, de nem hoznak több szavazót az ellenzéki táborba. Mit szól ahhoz a hírhez, hogy Vona Gábor úgy tűnik, hogy visszatér a politikába? Rábbis ez csiripelik. Hát aki egyszer már lelépett, aki egyszer cserben hagyta a választókat, az lehet, hogy máskor is megteszi. Ön a Jobbiknál nem így járt el? Nem érezhetik a jobbikosok úgy, hogy cserben hagyta őket? Megpucsoltak. Hogyha valaki eltéríti a hajót, akkor lehet, hogy építeni kell egy újat. Nálunk... Ez most az? Ez egy új hajó, erre a hajóra fel lehet szállni, erről a hajóról le is lehet szállni, de eltéríteni nem hagyom. Jakab Péter és a Néppártyám mozgalom, ami most már párt. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Bodasz Balázs következik, és a Nap híre. Szervusz Balázs, jó estét. Szervusz Egon, köszöntöm a nézőket. Beszélünk mi is arról, hogy kimerül a MÁV-nál a túlóra keret, ezt írja a Népszava, ami azt jelenti, hogy a mozdonyvezetők például nem vállalhatnak több túlórát. Egyedi megállapodás esetén igen, de hogy rendszer szinten nem kérdés, hogy ez hova vezet, milyen következményei lehetnek ennek. Aztán a Momentum korán kezdte a napot, a belügyminisztérium elé több tucat pedagógusnak a nevét festették föl a járdára. Egyébként azt mondják, hogy Pintér Sándorra valaha volt legrosszabb közoktatásért felelős miniszter. Az is kérdés, hogy a Momentumnak az akciója tulajdonképpen mit és milyen irányba tud elmozdítani. Beszélgetni fogunk erről is. Ahogyan arról is, és hogyha már fölfújkálás, vagy falra fölfestés, meg közoktatás, akkor itt van a Csepeli Jedlikányos iskolának az ügye, ami néhány napja került be a hírekbe azzal, hogy Orbán Viktor a hazát illető 7 törvényét festették a lépcsőháznak, majd aztán kiderült a tornateremnek a falára, és amit közben eltávolítottak. Ombudsmani vizsgálat is indult, maga Németh Szilárd, akinek a neve szintén olvasható az iskola falán, mondta azt, hogy nem való a pártpolitika az iskolába. És magyar-magyar viszony, ami nyilván a határon túliakat, illetve a belmagyarokat, a táposokat illeti, ahogy ezt például Székelyföldön elég sokszor mondják ránk, én ezt ilyen szeretetteljes kuncogással szoktam fogadni, szóval több olyan eset is történt, amely a magyar közösségek részére nagyon sérelmes. Az egyik, az Kárpátalján, Munkácson, a második Rákóczi Ferenc középiskolának a tanévnyitója, ahol nem szerepelhetett a magyar trikolor, semmilyen formában nem hangozhatott el a himnusz, és az iskolának van egy igazgatója, aki egy ukrán anyanyelvű óvópedagógus, a 17 éve ott szolgáló magyar igazgatót váltotta a helyi tanács döntése értelmében, egyébként magyar iskoláról van szó. Vagy például a szerbiai Vajdaságban Szabadkának a helység név tábláját vagy feliratát rongálták meg, nem tudni, hogy kicsoda. Minden esetre azt tudjuk, hogy például egy élesen magyar ellenes propaganda filmre korábban, néhány évvel ezelőtt az OTP-nek az otthoni leányvállalata is adott pénzt, és mi magyarok vagy a magyar kormány támogatja azt az Alekszandr Vučićot, akinek a pártársa írt annak a szerb magyar ellenes propagandafilmnek a forgatókönyvét, vagy éppen itt van Szlovákia, ahol az a Fico a kegyeltje, hogyha úgy tetszik, a magyar kormánynak, akinek a magyar ellenes kirohanása és állami szintre emelt politikája az régóta ismert volt. Bonyolult ez a képlet, megpróbáljuk ezt is kibogozni, és beszélünk arról, hogy a KSH adatai szerint nagyon nagyot zuhant a magyar
magyarországi belföldi turizmus több mint 8%-ot az előző év azonos időszakához képest. Összevetésként érdemes talán megjegyezni azt, hogy Romániában az ottani belföldi turizmus 14,4%-kal nőtt. Tehát itt is vannak talán olyan összefüggések, amire érdemes lesz majd odafigyelni. Fogunk is erről beszélni Gerő Tamás ügyvéddel, Unyatyinszky György újságíróval és Korózs Lajossal, az MSZP alelnökével néhány perc múlva. Hát bőven találtál témát a mai estéhez, úgyhogy jó tévézést kívánok. Gondoskodik róla a közélet, nem rajta múlott. Nektek pedig jó beszélgetést. Köszönöm. Én pedig holnap este várom önöket. Ismét számítok a figyelmükre kedden este is, ugyanígy az Egyenes beszélben. Szép estét, viszontlátásra!